megható üzenetben mondott köszönetet Kós Réka mindazoknak, akik az elmúlt napokban mellette és a családja mellett álltak ebben a nehéz időszakban. Vasárnap reggel érkezett a szörnyű hír Kós János haláláról. Bár már egy ideje sokan aggódtak az egészségi állapota miatt, a 81 éves tánáda énekes legenda halálhíre mindenkit megrendített, szinte a teljes magyar sztárvilág valamilyen formában elbúcsúzott a hírességtől. A család által kiadott közleményt követően Kós Réka egy videót osztott meg, így búcsúzva az édesapjától. A tánáda énekes lánya most szívfacsaró üzenetet tett közé a Facebook oldalán, megköszönve családja nevében a sok-sok támogatást. Lehetetlen mindenkinek egyenként megköszönni a részvétnyilvánítást, bátorítást, kedvességet, szeretetet, amit apukám halála miatt az elmúlt napokban kaptunk a család és én. Remélem, mindenki, aki írt nekünk nekem, olvassa most ezt. Nagyon szépen köszönjük az összes kedves szót és gondolatot. Iszonyúan érezni, apukámat mennyien szerették. Ez persze, semmit nem változtat azon, hogy ő nekem elsősorban egy édesapa volt, akinek az elvesztése egyelőre. Keresem a szót. De nem találom. Írt a bejegyzésében.